Köszönöm szépen. Nem annyi, Nikolikot nyilván az egyenlítő góljáról terveztem kérdezni, de most fél perccel a másik egyenlítő gól után kénytelen vagyok azt kérdezni, hogy most mi van benned, nyilván komoly bosszúságdű. Így van, csalódok vagyunk. Igazából nagyon sok energiát mozgosítottunk azért, hogy megfordítsuk ezt a mérkőzést, és tényleg 10 másodpercen múlt ahhoz, hogy meg is nyerjünk. Egy nagyon jó csapat ellen, egy nehéz pályán, de ez van, mondom, csalódok vagyunk, de menni kell tovább, és nagyon sok pozitív volt ebből a mérkőzésbe is. Megmutatta a csapat, hogy hatalmas szíve van, és most tényleg nagyszerűen küzdöttünk, és hittünk végig, ami nagyon fontos. Úgyhogy megyünk tovább, egy fontos rangadó vár ránk következő fordulóba, úgyhogy ki kell elemezni természetesen, soha nem jó úgy gólt kapni utolsó másodpercben, de ez van, és tanulunk kell belőlük. Neked személy szerint minden esetre fontos állomás, mérföldkő volt, ha jól számoltam, több mint 4 hónapja, május 9-én a Diósgyőr elleni duplát során szereztél utoljára gólt. Mi járt a fejedben, amikor elhagyta a lábadat a labda, és már lehetett látni, hogy az nagyon jó helyre megy? Igen, így van. Én is egy olyan pozíció voltam, amikor lehetett látni, hogy hosszú sarokban menni fog a labda, és kapufa mellett az kapuba fog menni. Hát mint minden csatár jó érzés, szerintem minden csatár ezt fog mondani, amikor látja, hogy labda a kapuba megy, a hálóba. Én is úgy voltam vele, hogy tényleg próbáltam nyugodt maradni, és próbáltam nyugtatni a csapatot, mert éreztem azt, hogy meg tudunk fordítani a mérkőzést, így is volt, rúgtunk azt a második gólt. Sajnos jött a hideg zuhan, de ahogy már mondtam, menjünk tovább, csináljunk tovább, és az biztos, hogy erről lehet alapozni, és ha így fogunk játszani, akkor nagyon sok pontokat, nagyon sok meccset meg fogunk nyerni. Pintér Attila mérkőzés előtt a gyilkos ösztönt, a vadász ösztönt hiányolta, valami ilyesmire gondolhatott, nem? Ami ott a gól előtt benned volt. Mondhatjuk, igen, de volt még erre több lehetőségünk is, hogy ezt a gyilkos ösztönt kihasználjuk. Úgy gondolom, hogy hát 50 percig nagyon jól tartottuk magunkat, és nagyon játszottunk. Megvoltak a lehetőségeink, hogy lezárjuk a mérkőzést, de aztán a Vidi visszatalált a mérkőzésbe, és onnan már nehéz dolgunk volt. Az öltözőből jöttél most ki. Milyen a hangulat most az öltözőben? Inkább örültök az egy pontnak, vagy inkább bosszankodtok az elvesztett kettő miatt? Inkább bosszankodunk, mert azért azt is tudjuk, hogy most a Vidi azért nem az alapcsapatával érkezett ide, és a meccsképe alapján szerintem ez a 3 pont itthon maradhatott volna, de nyilván így, hogy a 94. percben egyenlítettünk és tartottuk itthon az egy pontot, azt gondolom, hogy ennek valamilyen szinten örülünk, de azért mégis van egy keserű szájézünk. A szép gólok mérkőzése volt ez, és te indítottad a sort, azért egy ilyen ívelést abban a magasságban úgy meglőni kapásból, az technikailag is egy nehezen kivitelezhető mozdulat. Mennyire volt benned, hogy ez az egyetlen jó megoldás, és hogy ezt hogy kell végrehajtani? Hát igazából ez nem is gondolkodtam, így jött, és akkor ez volt az első gondolatom, és igazából elrúgtam, és szerencsére, vagy nem szerencsére, de örülök, hogy ilyen jól sikerült. Hol helyezkedik ezzel a saját egyéni gólszépség versenyed ranglistáján? Hát biztos, hogy benne van az első 3-ban. A mérkőzés tétjét és a benne rejlő feszültséget az mutatta talán a legjobban, hogy mind a két csapat edzője berohant a pályára a csapat a második gólja után, mint hogyha a Bajnokok Ligája győzelmet ünnepeltek volna, annyira nagy volt a feszültség ezen a meccsen. 2-2 lett. Hogy lehet értékelni ezt a megszerzett egy pontot ezután a meccs után? Én úgy értékelem, hogy megemellem a kalapomat a játékosaim előtt, hiszen ilyen hányatotot 2 hét után, illetve ami az utolsó 2-3 napban történt, az még ezt tetőzte le a kalappal előttük, amilyen második fél időt produkáltak. Kicsit átszerveztük az építkezésünket a második fél időre, és ennek meg is lett a gyümölcse, és nagyon-nagyon jó mentalitásban is játszott a csapat a második fél idő folyamán. Természetesen bosszant az, hogy a 3 pontot nem vittük el, hiszen a kezünkben volt, és a játékban már nem volt benne, hogy ki tudjon egyenlíteni a kövest. Itt úgy néz ki, hogy mindig ilyen jó mérkőzéseket játszunk. Én nagyon-nagyon élveztem a találkozót, és ezt azt hiszem, hogy a felszabadult érzelmek is mutatják mind a két kispad részéről. Még ez a megtizedelt csapat is otthonosan mozgott a 3 védős rendszerre átállt játékszisztémában. Ilyen széles a technikai repertoár, ennyire stabilan, magabiztosan tudnak váltani a játékrendszerek között a játékosok? Én azt hiszem, hogy
volt egy felkészülés mögöttünk, annak ellenére, hogy keveset voltak most nálunk a játékosok, és sok új játékos is van nálunk. Én azt hiszem, hogy azáltal, hogy válogatottak mellett is dolgoztam, vizuálisan meg tudja az ember jeleníteni a játékosoknak elég jól, ahhoz, hogy ez érthető legyen, és át tudják vinni utána a pályára. Természetesen az edzés ezt nem helyettesíti, de úgy néz ki, hogy ez most már elég jól működött. Annak ellenére, hogy ma találkoztam konkrétan először a játékosokkal. A Fehérvár az egyetlen veretlen csapat eddig a bajnokságban, viszont egyetlen olyan meccsen volt, amikor nem kapott gólt. Ezt a kettősséget hova teszi edzőként, hogyan értékeli? Én azt mondtam most bent a játékosnak az öltözőbe, hogy amit az előbb elismételtem, hogy le a kalappal a másik fél idei teljesítményük előtt, és nyugodjanak meg, mert meg fogjuk nyerni a mérkőzéseinket idegenben is. Elég komoly érzelmi hullámvasút lehetett ez onnan a kispadról, megszerezni a vezetést a Fehérvár ellen, aztán elveszíteni a legfontosabb, talán legfontosabb ember, csapatkapitány, kis hián a mérkőzést is, de az utolsó pillanatban mégis döntetlenre menteni. Mi jár most a vezetőedző fejében? Hát a sors igazságtalanság lett volna, ezt a mérkőzést elveszítjük, azt gondolom, hogy nem nagyon volt lehetőség a videótonnak. És tényleg nem akarok, de a mérkőzés fordulópontjaiból nem jól jövünk ki, és pláne nem rajtunk múlik, hiszen egy-egynél nekünk kellett volna szögletet rúgni, meg lehet egész nyugodtan nézni, ha nincs igazam, akkor elnézést kérek, és abban a pillanatban nem kapjuk a második gólt. Tehát lehet, hogy én rúgom be a szögletet, én fejlek, én vezetek 2-1-re. De azt gondolom, hogy a csapatom erejét végre visszatért az, ami ránk jellemző volt. Az utolsó percig küzdöttek a srácok, nem csak küzdöttek, hanem jól is játszottak. Az egész mérkőzés folyamán úgy gondolom, hogy sokkal jobban játszottunk, mint a videóton. Első fél időben azt gondolom, hogy ha picit pontosabbak vagyunk a végjátékban, az utolsó passzaink, akkor még több lehetőségünk lett volna, illetve egy nullánál volt lehetőségünk, amikor rá tudtuk volna rúgni a második gólt. Nem sikerült. Összességében azt gondolom, hogy egy ilyen költségvetési klub és ilyen játékos állományú klub ellen egy nullára vezetni, majd 2-1 után visszajönni úgy, hogy pontot szerzünk az utolsó percben. Azt gondolom, hogy dicsőségek kell, hogy eltöltsön minket. De még egyszer mondom, tehát a mérkőzés forduló pontjaiból nem a mi hibánkból sokszor nem kaptuk meg azt, ami nekünk jár. Néha még az utolsó passz sem hiányzott, csak legfeljebb a befejező mozdulat. Cseri Tamás legalább 5-6 gólpasszt is akár kioszthatott volna ezen a mérkőzésen, szenzációs labdákat osztogatott. Később aztán megsérült, mit lehet tudni az ő állapotáról? Hát én azt gondolom, hogy a Tomival mérkőzés előtt is beszéltünk, hogy azt mondta, hogy nyugodtan betehetem, el tudja vállalni a mérkőzést. Én azt gondolom, hogy büszkeség kell, hogy eltöltsön minket, hogy ilyen játékosunk van, aki ennyit utazott a válogatottal, és nem kapta meg azt a lehetőséget, hogy játékperchez jusson, és teszi ott is a dolgát, és teszi itt példaértékű, ahogy edz, példaértékű, ahogy játszik. Természetes, hogy vannak gyengébb pillanatai minden embernek, mind nekem is, mind másnak is, de akkor is megpróbál mindent elkövetni annak érdekében, hogy ez a klub sikeres legyen. Ez az egy pont, ez egy sikeres, megszerzett egy pont most ezek szerint? Nem, elvesztett 2. Tényleg? Így van. Ebből 3 kellett volna, hogy legyen? Hát én úgy érzem, hogy megérdemeltük volna a győzelmet, hiszen sokkal jobban játszottunk, sokkal gólra törőbb, sokkal több lehetőségünk volt. Én úgy gondolom arra, hogy eldöntsük a meccset. De azt viszont látta a csapattól, amit eddig hiányolt, vagy amit talán elveszni látott, hogy az oroszlánszerű küzdelem és a vadász ösztön az megvolt a csapat. Így van. És az örömteli, remélem, hogy ez meg is marad, hiszen ha ez nincs meg, akkor nem tud sikeres lenni egy egyesület, nem tud sikeres lenni egy csapat.